Na, sziasztok mindenkinek, én Kovács Poli vagyok, és ebben az új videóban be szeretném nektek mutatni. Hát ma retro napot fogok nektek tartani, meg ilyen bemutatós videó. Úgyhogy én Kovács, ugye Pali vagyok, ugye most bemutatkoztam. És akkor kezdjük is el a videót. Hát vettem, és ennek a, ugye ez az első rész, de ennek lesz több folytatása is, úgyhogy akkor kezdjük is az első, a retro krumpli cukor. Ezt a most az Osamba vettem. Majd megkóstoljuk, majd leteszteljük. A második, ez meg a medvecukor, ez is retrós medvecukor, ezt is leteszteljük, meg mindjárt úgyis elmondom a történetet, és vettem két perc cukorkát. Ugye, ami szintén, hát nekem is gyerekkorom, ugye volt nálam is, meg ez a PEZ töltő, vagy mi ez, PEZ cukorka. A negyedik, be fogom nektek mutatni. Ez maga a Duna kavics. Ezt is leteszteljük, majd megkóstoljuk. És akkor a ötödik, ez meg a kujak nyalóka. Biztos ti is ettetek már gyerekkorotokba. Hát én is. Lesz majd téli fagyi, kokosnyalóka, meg a többi, majd így részletesen a videóba bemutatom nektek. Na, akkor kezdjük is a tesztelés, meg kóstolást is. Először megkóstoljuk a krumpli cukrot. Ilyen zacskóból. Hát a illetre ilyen, hát ilyen kutya kaja illatú. Mindjárt megkóstoljuk. Illetve ilyen kutyakaja a illata, de nem úgy jó bejön nekem, hogy most szerencsére puha, nem olyan kemény. Ilyet még sajnos nem ettem, de most lesz az első, hogy ilyen krumpli cukrot kóstoljak, meg teszteljek nektek. Mondom, mindenki ismeri ezt a cukort. Úgyhogy, hoppá, kis kiesik a kezémből. Nekem finom.
Szerintem én, hát nektek, aki szereti a retrót, meg retrozni is akar, akkor én szerintem mindenki ismeri, nektek felajánlom, úgyhogy osamban lehet kapni. Úgyhogy, na, következő lesz a mindegy pár tudom. A következő, ezt megkóstoljuk a medvesokat. Ilyen gumis hallagú. Hát az íz ez olyan, mint a negrónak. Finomnak finom. Na. Jöhet a következő. Ja, persze cukorka, amit gondolom ti is ismertek. Meg van ebben a kis de töltő vagy a, amit ismertek már, nem tudom a nevét, már pedig nekem is volt. Úgyhogy meg ebben a pezbe több ízben is kapható. Úgyhogy hát nekem azt hiszem ilyen kocsás volt ez a töltő, amit a 10 darabot lehetett tölteni benne. Ja, ez finom. Ismerem, ekkora kis pez. Ez pontosan, nem mondom, ez narancsízű. Na. Következő. Egy másik persze fogom nektek leteszteni, megkóstolni. Ez szerintem epres az illatú. De ízre mindjárt megnézzük. Az epres. Hát. Ezt is fel tudom nektek ajánlani. Epres is, van azt hiszem a rózsaszín, ez a narancssárga, meg több ízben is van.
Következő lesz a Dunakavics. Ezt fogom nektek letesztelni. Így néznek ki a Dunakavicsok. Elég finom, nem magyaró van benne, magyaros íz. Ezt is merem ajánlani nektek. Nekem bejön, kedvelem, és mindenki szereti, annak hát tudom ajánlani nyugodtan. És az utolsó lesz a kajak nyalóka teszt is bemutatása, akkor kezdjük is el. Így néz ki. Hát ilyen csak is vaníliás ízű, ez is jó, tetszik. El szeretnék tőletek köszönni, ha tetszett ez a kóstolós, retrós, feelinges videó. Ugye ez az első rész, és több részben fogom nektek bemutatni a többit is. Addig is dobjatok rá egy lájkot, ha tetszett az a videó, és ha nem szeretnétek lemaradni erről a több retros feelinges videóról, akkor iratkozzatok rám,
föl rám a csatornámra, és nézzétek a több jobb és szemnézebb videókat. Eddig egy szép napot nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!